édesek. A civilek előztek, a politikusoknak dönteniük kell. Lépnek-e utánuk, írja Lendvai Ildikó a Népszabadságban a polgári engedetlenségről. Vendégünk az MSZP volt elnöke. Kell, hogy lépnek-e utánuk, és ez most hátralépés volna méghozzá illegális, amely a szokásos parlamenti ellenzékiségből kijebb vinne, fél lábbal a rendszeren kívülre. Kérdés, szabad-e megtenni? Kérdés, van-e szándék rá? Írta Lendvai Ildikó a Népszabadságban a 0.hu. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na, menjünk sorba. Jó. Szabad? Szabad a politikai pártoknak a parlamentbe, a választók akaratából, az ország házába beszavazott képviselőknek kilépni onnan és azt mondani, hogy hát akkor az utcán folytatjuk a politizálást? Nem azt javaslom, hogy lépjenek ki a parlamentből, nem is illene nekem, miután nem ott vagyok, lehetne mondani, hogy savanyú a szőlő. Azt javaslom, hogy fél lábbal lépjenek kijebb, ki a rendszerből, vállalják fel a polgári engedetlenségnek azokat az új formáit, amelyek már az egész rendszerrel és a törvényeivel állnak szemben. Közben nyilván nem kell elhagyni a parlamentet, ki kell használni a rendszer intézményeinek azokat a lehetőségeit, amik megvannak. Kiabálni kell a parlamentben, népszavazási kezdeményezéssel kell élni, bíróságokhoz fordulni. Ez parlamenten kívüli munka jellemzően. Persze, de az se baj, ha valaki ott van a parlamentben, hiszen az önök műsorába is könnyebb bekerülni úgy, hogyha valamilyen parlamenti indítvány kapcsán. Uh-huh. Persze, tehát nem onnan cibálnám ki a kollégákat, ahol magam is ültem több évtizedet. Azt mondanám, hogy a fél lábunkat tegyünk ki, tegyék ők is ki a polgári engedetlenség és a kockázatvállalás világába. Egy kicsit jöjjünk ki a komfortzónánkból. Mire gondolok? Hogy mozog, ha talán nem is a föld még, de a közhangulat az az utóbbi hetekben, hónapokban gondolom mindenki számára nyilvánvaló. Nem csak tömeges utcai demonstrációk kezdődtek, hanem ennek a bizonyos polgári engedetlenségnek a formái is, méghozzá tömeges formái. Polgári engedetlenség ugye azt jelenti, hogy tudatosan a retorziót, a büntetést is vállalva megszegek egy olyan törvényt, ami az erkölcs parancsának ellentmond, és azt mondom, hogy nekem az erkölcs a fontosabb. Erkölcs parancsának ellentmond? A törvény. Törvény parancsának ellentmond? Azt a törvényt szabad megszegni, ilyen polgári engedetlenség. Ami az erkölcs parancsának mond ellen, pontosan. De nem én mondok ellent az erkölcs parancsának, pont az erkölcs parancsa alapján cselekszem, és mondok ellent a törvénynek. Egyszer úgy fogalmazott egy magyar jogász, hogy a polgári engedetlenség az erkölcs győzelme a jog felett. Ez persze csak abnormális viszonyok között jöhet létre, mert a jog normálisan az erkölcs kifejezője. Nálunk nem. Nem az előbbi Városliget vitát akarom újra kezdeni, csak példának szeretném mondani. Azok a ligetvédők, akik ellenálltak a fák kivágásának, és egyelőre meg is akadályozták néhány régi fa kivágását, azok, ha úgy tetszik, a szabályok és a törvények ellen léptek fel, hiszen volt érvényes engedélyük. De ők azt mondták, hogy nem tisztességes úton szerezték ezeket az engedélyeket. Vagy a pedagógusok, amikor úgynevezett vadsztrájkot hirdettek egy órára, különböző procedúrák, a sztrájk törvénynek megfelelő eljárások végigjárása nélkül egy órára, én úgy mondanám, kiléptek a rendszerből. Vállalták, hogy esetleg megbüntetik őket. Ez persze mindig úgy van, hogyha sokan vesznek részt, akkor már nem lehet. Sokkal kisebb az esélye, igen. Persze. Ez a polgári engedetlenség, tehát a teljes rendszerből lép ki. Ez új, ezt eddig egy-egy ember csinálta, levert egy táblát. Meg egy-egy Fidesz kordonbontása. Pontosan. Ők persze nem sokat kockáztattak, mint tudjuk, mert hát mindenki tudta, hogy azért nem lesz büntetés. A pedagógusok már többet kockáztattak, a ligetvédők is többet kockáztattak. Na jó, de ebben a körben és ebben a helyzetben, vagy ebben a forrongó légkörben mi keresni valója lehet a politikának, a politikusoknak?
Én itt azt javaslom, hogy eddig abban a munkamegosztásban dolgoztunk, hogy a politikus beszélt a parlamentbe, sajtótájékoztatót tartott, csinálta, amit a hagyományos politikában tenni kell. De ki nem hallotta még a politikusokkal velünk szemben azt a vádat, hogy ők csak ülnek a kényelmes székeken, a kényelmes pénzekért, és hogy nem is olyan rossz nekik ez a rendszer. Tehát, hogy inkább élő kulisszái ennek a rendszernek, mint sem valódi ellenzéke. Ma a legnagyobb deficite a pártoknak és a politikának épp a morális téren van. Mindegy, hogy ez szerintem nem egészen jogos, de az emberek így érzik. Ilyenkor nem szabad hagyni, hogy csak civilek vállaljanak kockázatot, hogy Sándor Máriák és egyebek menjenek tönkre a valódi kockázatvállalásban, mi, engem is beleértve, hiszen azért félig meddig politikus vagyok, vagy voltam, meg még a reggeli kávénkat se kockáztatjuk. Nem rosszaságból, hanem mert más életet élünk. Azt javallom, hogy vállaljuk fel mi is, nyilván a mentelmi jogról lemondva, akinek van, a polgári engedetlenség egy-egy akcióját. A polgári engedetlenség erőszakmentes, nem véletlenül a világ legbékésebb politikusai, Gandhi és Martin Luther King alkalmazták. Nem erőszakot jelent tehát, hanem erkölcsi erőt. Ha oda megyünk mi is néha egy-egy élőláncba, fák köré, szobrok köré, egy-egy kilakoltatni akart szerencsétlen háza, viskója, lakása köré, ha egy-egy ülősztrájkban részt veszünk, és kockáztatjuk, hogy ugyanazt a retorziót, pénzbüntetést, mit tudom én mit, megkapjuk, amit a civil, az könnyebb is a lelkiismeretünk akkor, az enyém biztos, hogy az volna, vagy lesz, vagy lenne, és talán egy kicsit azt a bélyeget is lemossuk magunkról, hogy könnyen dumáltok ti. Hú, de hát ki mondta a másik kulcsmondatot is, vagy kifejezést, ez a bizonyos morális deficit. Mert hogy ebből kiindulva, ami most, hogy jogos, nem jogos, mindenkire érvényesítve vallja a társadalom nagy többsége, hogy na jó, hát a politikusokat hagyjuk, de pont ebből következik az, hogy a civilek a legtöbb esetben, a legtöbb alkalommal azt mondják, hogy köszönjük, nem kérjük a politikusokat, mert onnantól kezdve ránk sütik, hogy mi nem civil polgári engedetlenek vagyunk, hanem valami politikai pártnak a csatlósai, minket kihasznál a politika, meglovagolják a mi erőnket, rendezvényünket, elégedetlenségünket, ránk telepednek, szóval ennek ott van azonnal a pandantja is mindannak, amit ön mondott, hogy ezt sok esetben nem akarják a civilek, és sok esetben jogos is a felvetésük, hogy ezt most mi engedetlenkedünk, akkor most ne akarjon ebből tőkét kovácsolni magának a politikus. Az a felvetésük teljesen jogos, hogy ne három kamerával álljon oda 5 percre, és utána a mentelmi joga mögé bújjon, vagy bújna, ha volna ilyen. De én azt vettem észre, hogy ez is oldódik. Az a földmozgás, vagy közhangulatmozgás, ez erre is vonatkozik. Senkit nem küldtek el, amikor körbeálltuk az iskolákat. Nem küldték el a politikusokat, mieink is voltak, máshonnan is voltak. A PM-ből is voltak, a ligetvédők közül. Ha nem azt teszi, hogy kibont egy nagy pártzászlót, és utána mindenkit a könyökével félretolva egyedül nyilatkozik a mikrofonban. Vagy előtte már ott van mindenkinél, mármint a sajtónál egy nappal korábban a meghívó, hogy XY a párt képviselője, holnap 10 órakor részt vesz a polgári engedetlenségi mozgalom ítésén. Azért is jó már csak a neve is a polgári engedetlenségnek, mert önmagát teszi lehetetlenni, aki bejelenti a sajtónak, hogy holnap 8-tól 9-ig engedetlenkedik. Az kabaré tárgya lesz, és azt joggal küldik el. Én azt gondolom, hogy komolyan kell az egész lényünket, annak nagyobb részét beletenni a kockázatvállalásban is, ha már a civilek vállalják. De akkor úgy látja, hogy ez oldódik? Tehát nincs ez a tömjén füstöl? Tehát, hogy ide nekem ne jöjjön politikus, mert az egészet tönkre vágja. Tehát onnantól kezdve mi nem tudjuk a célunkat elérni a legjobb szándékkal sem, a legtöbb erővel sem, mert azonnal megkapjuk, hogy valami politikai csatlósok vagyunk. Szerintem az úgynevezett civilek, vagy szakszervezetek, bárki legyen, de nem politikus, azt már látják, hogy úgyis megkapták. Hát ezek a szerencsétlenek, akik a pedagógus mozgalmat vezették, a hazugságoktól kezdve, hogy a nagypapa ávós volt, meg a nem tudom ki, nem tudom mi volt, úgyis mindent megkaptak. És még egyszer mondom, az utóbbi idő két
nagy, tömegesebb civil engedetlenségi mozgalmában, a Ligetben, illetve a pedagógusokéban, én ezt nem tapasztaltam. Én azt hiszem, hogy ez változik, de nyilván idő kell hozzá, és a politikusoknak, hát mint egy erkölcsi bizonyítvány idézőjelben használom a kifejezést, hogy ezt komolyan gondolják és teszik. Ráadásul én azt hiszem, hogy még a parlamenti vagy a törvények szerinti intézményekben való munkát is erősíti ez. Hát azt láttuk a népszavazási sztoriban, hogy a Fidesz az erőből ért, még egy szót hozzáteszek, csak az erőből ért, meg az elszántságból. Tehát ha erkölcsi elszántságot lát a civil engedetlenségi mozgalmakban, hogy ezek azt mondják, a kulcsmondatot, ami egy halálos tördöfés egy ilyen rendszernek, hogy nincs hatalmatok fölöttünk, nem érdekelnek a szabályaitok, nem úgy játszunk. Ha ezt látják, akkor könnyebben meghátrálnak a legális intézmények is. Pedagógusok esetében sem hátrált meg eddig a kormány. Hát jó néhány dologban meghátrált a kormány, azt látjuk, és szerintem ezek a folyamatok összefüggnek. Úgy gondolnám, hogy a vasárnapi népszavazásban való nagy fegyverletételük sem csak a népszavazási fenyegetésnek szólt, elsősorban természetesen annak, hanem annak is, hogy érezte, hogy bontakozik az ellenállás ereje, ami részben erkölcsi erő épp az erőben létezik. Egy ilyen népszavazásban csúcsosodhatott volna ki, tehát hogy vagy összeértek volna a szálak? Azt hiszem, igen. Hát a megmaradó népszavazási kérdések sem csak arról szólnak, ami a papíron le van írva. Hát igen, viszont akkor ügyesen kihúzta ennek a méregfogát a Fidesz. Egy méregfogat kihúzott a háromból, akkor azt mondjam így a három népszavazási kérdésről. A földről szóló népszavazási kérdés nem csak a földről szól, igen, hanem de nem a törvényes megmozgatni. Ha el tudjuk mondani, hogy ez a lopásról szól, és téged akkor is érdekel, ha mint én a Verespáni utcában laksz, és csak a muskátlinak a cserepében van földed, akkor az már mást jelent. Ha el tudjuk mondani, hogy az állami vezetők hát szemérmetlen fizetésemelése nem csak arról szól, hogy ne legyen annyi pénze a Nemzeti Bank elnökének, mert nem ez a fő bajunk, noha elég baj, hanem arról szól, hogy ne legyenek ilyen végtelenül igazságtalan jövedelmi különbségek, akkor ezt el lehet magyarázni. Nehezebb, mintha a három kérdés meg lett volna, ez igaz, de nem lehetetlen. Épp azért nem, mert mindenütt egy kicsit reped ez a bizonyos föld. De igazából, a muskátliat, igazából most itten csak mindenféle álindokokat hozott fel, meg kérdeztem én is, mert hogy a valós ok, ami miatt a Fidesz kivonult ebből a, vagy megelőzte a népszavazást, és a vasárnapi boltzárból kivonult, visszavonult, hogy azok mi vagyunk, nők. Hát ez kiderült, ezen nagyon-nagyon mi nem fogtuk fel ennek jótékony hatásait. Hát mindig önnel, mi vagyunk a hülyék, igen. A buta fejecskénkben. Önnel velem, mindannyiunkkal, igen, nőtársainkkal sőt, van kiderült, baj. Kiderült Rogán Antal feleségével, igen. Együtt, mert neki sem fért a fejébe az Hollik István feleségével is, igen, vannak igen, igen, ez megint egy olyan tipikus reflex, hogyha valaki hibás, hogy nem süljük tele a Kárpát-medencét, vagy túl emancipáltak vagyunk, és ugrálunk, ha otthon valami családi erőszakban van része valakinek, azok mindig a nők. Ez mutatja azt, hogy azzal, hogy a vasárnapi népszavazásnak a méregfogát megpróbálták kihúzni, ezzel a dolognak nincs vége. Most kezdődik, hogy többet ilyen mondatok Magyarországon rendszergazda politikusoktól ne hangozhassanak el, és még a sok többi is, amit utálunk. Tehát most akkor visszakaptuk azt a jogunkat, hogy vasárnap cipelhetjük a szatyrot. Igen, lehet azt mondani, hogy kellett nekünk, de mint tudjuk, a vasárnap se csak a vasárnapról szólt. Utáltuk persze, hogy nem, amikor éppen le kellene menni 2 kiló krumpléért, akkor pont nem lehet lemenni, de igaziból itt is többről volt szó, hogy ne szóljanak már bele az életembe. Maga a miniszterelnök mondta, hogy ez életmód kérdés, mondta lebecsülőleg. Hát ha életmód, akkor mi köze hozzá, csókolom. És ez a népszavazási kezdeményezés, azért is voltak olyan sokan dühösek a boltzárásra, mert arról szólt, hogy takarodj ki a konyhámból, takarodj ki a hálószobámból, ne ellenőrizd a könyveket a könyvespolcomon, ne hozd be az időmet helyettem.
Visszatérve a polgári engedetlenséghez, nem kanyarodtunk el túlontúl, csak ugye azt már megbeszéltük, elmondta véleményét, hogy a civilek és a politika közeledése mintha elindult volna, vagy inkább azt mondom, hogy a civilek idegenkedése a politikától mintha tompult volna, de hogyha a polgári engedetlenség fél lábbal a politikusoknak inkább kötelessége lenne, mint választható lehetősége, akkor miért nem kezdenek, vagy kezdhetének önállóan is? Tehát nem kell mindig a civilek mellé állni, lehet, például nem magára hagyni a védtelenebb civileket, a politikussal szembe védtelenebb civileket, de akár a politika is indíthat polgári engedetlenséget, nem? Jogos. Talán érthető, hogy miért nem tettük ezt eddig politikusok, azért törvényhozónak nehéz megtenni azt a határátlépést, hogy akkor most ő egy törvény, egy rossz törvény, egy erkölcstelen törvény ellen, de mégiscsak törvény ellen lépjen fel. De igen, politikusok is kezdhetik. Ha mi tudunk egy olyan kilakoltatásról, ami egy nagy disznóság, mert az illető hát nem tehet a nyomoráról, akkor nyugodtan mi is oda mehetünk, és el is kezdhetjük a dolgot. És igen, szervezhetünk élőláncot a parlament közül, és így tovább. Ahonnan ide jöttem, az pont nem polgári engedetlenség, egy szabályos demonstráció volt. A Város Mindenkié csoport hajléktalan aktivisták és nem hajléktalan aktivisták tüntettek, mert éppen ma délután szavazta le a parlament azt az indítványt, ami megszüntette volna a hajléktalanok bűnözőnek nyilvánítását. Persze leszavazták, olyan nagyon senki nem lepődött meg. És ott volt egy a drámai élményem. Azt választották a szervezők, hogy a beszédek és a tiltakozások mellett nem tettek mást, mint hogy elővették az indítványt leszavazók névsorát, és a nyilvános vagyon nyilatkozatukból csak azt olvasták fel, hogy neki, ők hány négyzetméter ingatlanba laknak. Én is 104 méteresben lakom, tehát nem elutálni akarok bárkit, akinek lakása van. De leírhatatlan volt a hatása. Akik ott voltak, azoknak együtt nem volt annyi négyzetméterre, mint ott bármelyikünk, vagy bármelyik politikus vagyonnyilatkozatának. Nyilván nem tudja odaadni a fél lakását, nem kívánok lehetetlent. De ha csak egy kicsi kockázatot fölvállal, ha egy kicsit kijön a maga komfortos lakásából, most jelképesen is, és ő is vállal kockázatot, és ő is odaül, és ő is ott tölti az éjszakát, ha kell, szerintem akkor egy picit tett azért, hogy ne privilegizált és egyben utált politikai elitnek számítsunk. Hát, hogy ezen a téren van még mit tenniük a politikusoknak, a politikának, az egész biztos. Köszönöm szépen, hogy itt volt.